szép jó reggelt kívánok mindenkinek, karácsony előtti utolsó szombatján vagyunk. Jövő héten is találkozunk, tehát 25-én én, én együtt ünnepelek önökkel, de hát most még a készülődés jegyében vagyunk. Ahogy ez karácsony előtt lenni szokott, sok a könyv és sok az olvasni való, de ennél jobban én semminek nem örülök. Bogyai Katalinnal kezdjük a délelőttöt. Hosszasan sorolhatnám, hogy mi mindennel foglalkozott és foglalkozik, de sokan a magyar televízióval emlékeznek rá. Szerkesztő, riporter volt és zseniális műsorvezető. Aztán persze a világot járja, majd beszélünk róla, hogy merre fordult meg, és mi mindennek volt az elnöke igazgatója. Minden esetre vele szeretnék Pilinszki Jánosról beszélgetni, hiszen a századik évfordulóját, születésének századik évfordulóját ünnepeljük, és Katinak az életét valamilyen formában végigkísérte a költő. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Kereslek mindig a világban, hogy éppen hol, merre jársz és merre élsz. Utoljára Amerika, New York volt. És most honnan érkeztél? Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy meghívtál, és itt vagyok veled, mert én most egy olyan állapotban vagyok ebben az életben, hogy, hogy újra fedezem föl Magyarországot. Mert, hány év után? Mert az aktív életemből 25 évet külföldön dolgoztam, ami nagyon hosszú idő. Soha nem diszidáltam, soha nem hagytam el Magyarországot, hiszen mindig Magyarország szolgálatában dolgoztam. Nagykövet voltam az UNESCO-ban, Magyarország nagykövete, aztán az UNESCO kö gyűlés elnökének választott két évre. ensz voltam szintén nagykövet hat évig, tehát hat év Párizs, hat év New York, és előtte 13 évet Londonban töltöttem, először újságíróként, és aztán utána pedig én alapítottam a Covent Gardenban a Magyar Kulturális Intézetet. Tehát magyarként voltam a világban, de mégis a világ ö, ö, vérkeringésének a része voltam. Hát kérdezzek valamit, miután ugyanonnan indultunk. Így van. Tehát, Televízióban szerkesztőműsorvezető voltál, én rádiós vagyok ezer éve, 1980 -an óta. Nem csak, hogy, annyi, hogy a hungarok kamionnál <laughs> is dolgoztunk, majdnem, igen. az üzemi lapnál, igen, igen, Ez ott így kezdtük, van, igen. Így van, így De van. mondjuk érhetett volna engem is az a szerencse, mint téged? Vagy ehhez valami különleges kapcsolatrendszer kellett, különleges képesség, hogy 25 évig ö, különböző nemzetközi szervezetek csúcsán legyél? Ö, sokan szokták ezt szerencsének nevezni, biztos, hogy az életben szerencse nélkül, ahogy az ember szerencsének tartja, hogyha nem kapja el ma a pandémiát, mert semmi mással nem magyarázható, vagy szerencsés valaki, vagy nem. Sőt, a lefolyása is mindenkinél szerencse függő. Uh, én, nekem ez egy álmom volt, én egyébként egy kis faluban, akkor ez falu volt, Mór. móron. Móron nőttem föl, édesapám ott volt körzeti orvos, és mi teremtettünk magunknak egy nagyon érdekes belső világot, mert azért ott el voltunk zárva a világtól, de muzsikusok voltunk, én zongoráztam ő Hegedült, közel voltunk Kaphegyhez, tehát az osztrák tévét néztük, tehát állandóan kapcsolatunk volt a világgal, és miután a, a, a zene és az opera világa, meg az irodalom, a világirodalom világa nagyon egyértelművé tette, hogy a világ több, mint Mór, meg több, mint Magyarország, engem borzasztóan izgatott, hogy, hogy mi van odakint, és mindig részese akartam ennek lenni. Tehát ez egy amb ambícióm volt. És ambícióm volt az is, hogy mert jóval később Laudernak mondtam, hogy nekem egy ugyanolyan utam volt, mint a feleségének, mert ugye a Esté Lauder Párizs, London, New York, és gyakorlatilag ezt az utat bejártam London, Párizs, New york -ként. Ő ugyanaz a Lauder, aki a Lauder iskolát megalapította. Tehát, van. hogy ne csak a divatnál igen, maradjunk. Igen, és a zsidó világszövetségnek az elnöke, igen, igen, igen. akivel ugye jó kapcsolatban vagyok régóta, és neki ezen szoktunk viccelni, hogy ez, ez az én utam, de engem mindig érdekelt, és, és volt egy ilyen indítatásom, hogy kicsit mindig kiebb nézzek, és van egy nagyon jó barátom, egy festőművész Párizsban, ő is Morról indult, és ő szokta mondani hamar lehelnek hívják, és ő szokta mondani, hogy tudod, hogy ha valaki egyszer elindul, akkor mindig úton van. És ez igaz, mert úton vagy belül, úton vagy kívül. De van egy pont, amikor azt is érzed, hogy most megint Haza kell jönni. És ez a pont ez idén volt, mert ezt az utat bejártam, azt gondolom, hogy mindenütt ilyet nem szabad mondani, de mégiscsak hagytam jelet, tehát valami olyasmit tudtam csinálni, ami egy kicsit előre vitte azt, amiben, aminek részese voltam, tehát nem értelmetlen volt ott a jelenlét. Um, a Magyar Kultúrás Központtal indult be igazából a nagyon erőteljes, nagyon megfogható magyar kulturális diplomácia jelenlét Londonban, és ugye ez futott ki a Magyar Magicbe, ami egy legendás, nagy kulturális fesztivál volt. Az UNESCO-ban most voltam, mert most jöttem meg Párizsból és Londonból, és nekem nagyon nagy öröm, hogy belépek, a portás oda rohan, az emberek összefutnak. Én két évig ott egy olyan elnök voltam, aki aki nem csak szürke eminánsként ült ott. Tehát ugye általában, hogyha valahol ott vagyok, akkor ott szoktam lenni. Ebből sok problémám is volt különösképpen Magyarországon, mert itt sok támadás érte talán a színes, vagy nem tudom én milyen jelenlétem miatt. És Politikailag bántottak téged? Mert most már 25 éve sok-sok rendszert végig nem, dolgoztál. Én, én nem, engem nem bántottak. Én nem voltam politikus, nem voltam pártak. De soha. akkor te hogy tudtál fent? Meg? Adni én nem ideig? voltam párt, amikor hát először is nem léphettem be a pártba, én egy, én osztályidegen voltam, tehát nem voltam egy megbízható ember. A szüleim révén. A szüleim révén, igen, hát az én egyik nagybátyám a 301-es parcella első, neve három nagybátyám a Gulágon volt, szóval én nem, nem voltam egy megbízható családból érkező ember, és amikor a közgázra jártam, én nagyon szerettem Ott is együtt én nagyon szerettem volna nemzetközi kapcsolatok szakra menni, mert a diplomácia nagyon vonzott, de mondták, hogy engem nem vesznek föl, mert nem vagyok megbízható. És tudom, hogy volt egy nagyon édes csoporttársam, az első évben mindenki egy szakra járt, emlékszel, akkor közös volt még az első év, és ő, őt meg mondták, hogy ő menjen nemzetközi, és mondta, hogy ő nem, akar, mert ő agrár, ő, ő vissza akar menni. Ő, és akkor neki meg el kellett oda menni, de hát akkor ez még 70-es években ez így volt. Tehát nem voltam megbízható, hogy diplomata lehessek, és amikor otthon közöltem, hogy újságíró akarok lenni, akkor az én szüleim majdnem szívinfarktust kaptak, mert azt mondta apám, hogy de hát neked semmi lehetőséget, hát, 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 hát te semmi lehetőséget nem fogsz kapni újságíró. Okay. Én olvastam édesapádról, és ő móron egy legendás, nagyon-nagyon jó embernek tartották, azon kívül, hogy nagyon jó orvos volt. Kaptál-e olyan útravalót, hogy jó ember maradj, és hogy, hogy segíts, tehát, hogy ne a saját karriered, ne a vagyon, ne a pénz, ne, a, ne, a, ne a, az önmagad mutogatása legyen, hanem, hogy jobbá tedd a világot? Én nagyon nagy útravalót kaptam a szüleimtől. Anyukámmal kezdem, mert róla kevesebbet szoktam beszélni, és része vagyok az ENSZ helyettes főtitkár Amina Mohamed, ő, nigériai hölgy, nagyon régi, szintén jó barátom, még UNESCO-s korszakomból. Létrehozott egy nemzetközi mozgalmat, hogy Women Rise for All, tehát hogy mi mind nők segítünk a többi nőnek, és, és dolgozunk azért, hogy a, a nők közösen, együtt a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, és üzeneteket kellett küldeni arról a nőről, aki neked a legfontosabb. És én azt mondtam, hogy én az édesanyámtól, aki egy nagyon csendes, visszafogott, nagyon finom hölgy volt, teljesen más, mint én, én inkább az apámra ütöttem, és ő ő a, őtől tanultam azt, hogy hogyan kell uh, megszervezni az életet, nagyon jó menedzser volt, hogy hogyan kell csendben, de tudatosan annak maradni, ami, tehát hogy hogy tudjam, és itt visszatérek az első kérdésedre, egy ilyen csendes rezisztenciát alakított ki már, már gyerekkoromban, ugye azért én egy kőkemény kettős nevelést kaptam, mert az apa, én úgy nőttem fel, hogy az apám látta a Katinyi koponyákat, pontosan tudta, hogy mi történt, meg azt is mondta, hogy ezt nem mondhatom el senkinek, mert mindjárt elviszik őt fekete autóval. Tehát, hogy azért én így nőttem föl, és ugyanakkor pontosan tudtuk, hogy mi az a pont, hogy én ezen túl ö, nem fogok lépni, mert, mert nem léphetek tovább, ahogy nem léphetek be a pártba, ez kizár dolog, és amikor a a, a, az élet olyan helyzeteket produkált, hogy dönteni kellett, akkor én sokat mondtam nemet. Például, amikor a televízióban az akkori párt titkár azt mondta, hogy hogy a Kati lépjen be a pártba, és magá, magáé a képernyő. Így, így hangzott el a liftben, a negyediken volt a, a híradó, és mondtam, hogy hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, de én nem léphetek be a pártba. Hát azt mondja, hogy hogy, hogy nem. Hát és elmondtam, hogy azért, mert az én családom ilyen, én ezt nem tettem meg, mert az én apám és anyám nem fog velem szóba állni, ezt nem lehet. És akkor így rám nézett, hogy biztos valami más bolygóról érkeztem, és mondtam, hogy de nem, nem baj, mert én nekem úgy, majd én ezt megoldom. És milyen érdekes, hogy amikor jött a rendszerváltás, és 1990-ben elsőként, első televíziósként kerültem a BBC-hez, mert a BBC felvételt hirdetette, egy tehát ez egy abszolút how, legális dolog volt. abszolút know-how fund ösztöndíj volt, és a férjem hozta az a magyar nemzetet, hogy nézd, itt van egy pályázat, próbáld meg. Hát mondom, hogy próbálnám mert hát, há, hát, most született a gyerek, hát kicsi, három éves, hát hogy? Nem baj, nem baj, csak neked most tanulni kell. Azt mondta, hogy nézd, most végre egy új világban szabadok vagyunk. Meg kell tanulnunk ezt az új klubot. Ez volt a számunkra fontos, hogy végre meg kell tanulni. Ez, ez egy bezártságból, nézzük meg, hogy, 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 milyen a másik világ, de ezt meg Kell tanulni. És, és gyakorlatilag én ott ahol csináltam egy másik mesterfokozatot, nemzetközi kommunikáciából és diplomáciából, végül csak megtanultam, csak egy kicsikét később. Szóval nekem minden egy kicsikét később jött, inkább kivártam, mint hogy belemenjek olyan helyzetekbe, amelyek nekem méltatlanok, egyébként méltatlan helyzetből mindig felálltam. Tehát én Nem azért ott azért mi? is kezdtem többször az életemet, mert ezt viszont az apámtól tanultam, és itt a válaszom az apámmal kapcsolatban. Azt mondta, soha ne függ senkitől. És ez, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat volt az életben, úgy élni, hogy a függetlenségem bent, a lelki függetlenségem, és az anyagi függetlenségem is te természetesen meglegyen, hogy ne tudjanak soha megzsarolni. Nem tudom én, nem kellett ügynöki papírokat aláírni, vagy egyebek, és azért akkor újságírókkal ezek a dolgok megtörténtek, és nekem nem kellett, mert volt egy belső tartásom. Másrészt pedig ugye ez egy olyan falu volt, és most tényleg annak örülök a legjobban, megmondom őszintén, mert hál' Istennek a világban is, itthon is, nagyon szép nagy díjakat kaptam a, a munkáimért. Hát rengeteg, nem rengeteg, lehet még követni, el, igen. És, de, de én most móron díszpolgár lettem. Gratulálok. És nekem ez tetszik a legjobban, mert én onnan indultam el kislányként, ott voltak az álmaim, egy bezárt világban, és mégis ott tanultam meg, hogy ott éltek a svágok, a szlovákok, a szerbek, zsidók, cigányok, az apám azt mondta, teljesen mindegy, hogy kinek milyen vallása van, milyen a bőrszíne, milyen nyelven beszél. Tehát mi ez? Multikulturalizmus, multi, tehát sok vallású, sok etnikai falu volt. Engem hívnak, megyek, arra szegődtem, hogy segítsek az embereknek. Nekem ez volt az iránytűm, és én ezt valahogy, ezt komolyan is vettem, és a mai napig ebben hiszek, és szerintem ez óvott meg engem, hogy egy, egy belső tartásom volt, és miután én nem voltam, tehát én politikailag nem voltam elkötelezett, mert ahhoz mindig hezitáltam, tehát én, én, a világban sok jót látok meg ott, ahol esetleg mások nem, és sok rosszat ott, ahol esetleg azt mások nem látják, és nem úgy mérem az embereket és a barátaimat, a, televíziós stúdiókat, vagy a rádió stúdiókat, hogy milyen oldaliak. Persze tudom, tehát nem vagyok naív, de nem, nem, ezek az értékek. Tudod, hány embert nem engednek el ide a magyar televízióból, magyar rádióból? Nem mondok neveket, mert a kollégákat nem akarom bántani, de, de komoly dolgokat tettek az elmúlt hónapok, évek során műsorokat, olimpiát, és azt mondják, hogy a klubrádióban nem szólalhatnak meg. Hát a legfontosabb az én életemben a párbeszéd. A párbeszéd lényege az mi, a dialógus. Hogy lehet, hogy egymással nem egyetértő emberek leülnek, egymással beszélgetnek, és ehhez kell egyfajta nyitottság. Ha nincs meg a nyitottság arra, hogy meghallgassam a másikat, és elfogadjam, hogy esetleg meg tud győzni az igazáról, tehát, hogy nyitott legyek arra, hogy esetleg megváltoztassam a gondolataimat, akkor nincs igazán dialógus. Amikor én a Biztonsági Tanácsban először megtartottam a szűzbeszédemet 2015-ben, előtte bejártam minden nap a BT-be, és hallgattam, hogy mindenki bejön, fölolvassa a statementet, amit a kezébe adnak, majd elmegy. És akkor azt mondtam, hogy mitől lesz itt béke? Hát mindenki felolvas egy üzenetet, akkor hogy fognak közvetíteni az emberek? És a biztonsági tanács ugye egy ilyen nagy patkó alakú asztal, ott ülnek a tagok, 15, mi nem vagyunk biztonsági tanácsi tagok, de vannak úgynevezett nyílt viták, amikor meghívják a nem 15 országonban ülő ország képviselőit is, és amikor én ott ültem, akkor tulajdonképpen mögöttem, ha úgy tetszik, a hallgatóság vagy a nézős, az mögöttem van, mert ugye nem látod, hogy ki ül mögötted. És mindenki a telefonját nyomkodja, olvas, üzenetet küld, hát ugye a diplomácia az nem áll... Nem, ott hallja, én is egyszerre hat felé szoktam mm -hmm. figyelni, de hát ugye foly, folyik a dolog, mindenki mindent csinál egyszerre, és akkor elkezdtem mondani, hogy kollégák, nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most itt ülök, különösen, hogy én egy olyan diplomáciai gondolkodást képviselek, amely arról szól, hogy először ismerjük meg egymást, mert nem hiszem, hogy úgy bárki békét tud kötni a másikkal. Persze vannak szankciók van, háború vannak, ágyuk, de hosszú távon csak úgy lehet békét kötni a másikkal, ha megértem és megismerem. És én most hallgatom önöket itt nap mint nap, és azt nem látom, hogy az egyik reagálna másikra. És a következőt vettem észre, Zsuzsa, te pontosan fogod érezni, ugye én nagyon sokat dolgoztam színpadon, tehát ez egy óriási előny volt mindig az én életemben, amikor diplomata lentem, hogy érzem a teret, érzem a közönséget, egy pillanat alatt tudom, hogy milyen hangon kell beszélni, milyen stílusban, és azt vettem észre, hogy egyszerre csend lett a hátam mögött, mindenki lerakta a papírt, és hogy mi van, hogy ki egy nő, egy nő a BT-ben, azt mondja, hogy emberek, forduljunk egymás felé, nézzünk egymás szemébe, mert mindig azt mondom, és ma már ezt tanítom, hogy ha valaki eredményt akar elérni a diplomáciában, de a rádiózásban, a televízióban, bárhol, egy kommuniká bármilyen kommunikációban legyen az politikai, diplomácia és hogy tovább, akkor először belenézek a másik szemébe, és én indítok. Tehát ez tőlem kell, hogy induljon. És hogyha a másik elkezdi egy kicsit is elhinni, hogy tényleg kíváncsi vagyok rá, akkor talán bízhatok abban, hogy ő is kíváncsi lesz rám. És igazából ez az alapvetően ennek a soft power, tehát ez a puha elő diplomácia, amit én hiszek vagy amit én csináltam három évtizeden keresztül, majdnem az alapja. Tehát tulajdonképpen a a beszélgetés és a dialógus. De hát Ezt te tanítottad számomra, is, nem a politikai én, kultúrák találkozását, abszolút, a vallások abszolút. közeledését. Én, és én ezt most is tanítom, tanítottam is. Hát hogy ne mennék el? Hát a, 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 a dialógusnak pont az a lényege. Nem az a lényege, hogy egyforma emberek egyformát mondanak, mert az Elég nem Elég dialógus. Na de el kell, hogy mondjam, hogy ilyen van. Tehát én, én voltam. Olyan helyzetben, amikor próbáltam elmagyarázni, hogy mi a dialógus, és akkor a kollega, a nagyon nagy ország képviselője azt mondta, hogy hát persze, hát az a dialógus, hogy én beszélek, és te meghallgatod. És mondom, nem. Tehát, és ő, Tehát nem rossz szándékból mondta, de az ő számára ez a dialógus. És ez megint egy fontos lépés az ember életében, hogy mindig. Meg kell tudni érteni azt, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy a másik rossz, csak azért, mert nem úgy gondolkodik, mint én. És én mindig azt gondoltam a politikai gondolkozásról, és talán ez volt a legnagyobb lecke, amit Angliában kaptam 1990-ben hogy az ember mindenféle módon gondolkodhat politikailag. Lehet pártag, nem pártag, és van is, és természetes mindenkinek van egy gondolkodásmódja arról, hogy hogy kéne működjön a világ, hogy milyen párt áll hozzá közelebb, és így tovább. De az emberi alapértékek azok egyformák. Hát, hogyha én Szenegálba elmentem, nagyon szegény emberek közé, és ott lányokat és asszonyokat tanítottunk arra, hogy kompetenciákat tanuljanak, tehát nem csak, hogy írni és olvasni, hanem, hogy megtanuljon varni, vagy, vagy megtanuljon ö, csinálni valami hasznosat, mert azzal a tevékenységgel tud pénzt keresni, amit a családba be tud ven, vinni, és abban a pillanatban nagyobb lesz a reputációja a családban, és így tovább. Tehát hogyha ezeket nem tudjuk elmondani a másiknak, ami le, aki lehet, hogy teljesen más, hogy gondolkodik, akkor hogyan hihetünk abban, hogy valamikor csak lesz egy megértés. Én persze, hogy egy idealista vagyok, hát egyébként nem hinnék abban, hogy hogy a multilaterális diplomácia, ami az én kedvencem, vagyis, hogy nem csak két ország között építjük a kapcsolatot, hanem hanem a világ részeként éljük meg ezt, a, ezt az életet, és én azért mentem Londonba, mert bennünket nem küldtek, tehát mi nem úgy mentünk, hogy engem oda küldtek, hanem úgy döntöttünk, hogy akkor oda megyünk, a gyerekünk tanuljon egy kicsit angolul, és akkor majd majd az egy olyan. Én akkor ugye annyira sokat dolgoztam televíziósként, éjjel-nappal, mindig mindenhol, hogy azt mondta a férjem, hogy na jó, most akkor gyere le a címlapokról, mert a gyerek hat éves iskolába kell mennie. Ez nem úgy van, hogy hogy nem látja az anyját, és akkor azt mondtam, hogy ha elmegyek Londonba, oda mindenki oda jön, ez így is volt, ott mindenkivel tudok interjút csinálni, ez mi így is volt, mindenkivel egy helyben tudtam találkozni, és közben a fiammal voltam megint öt évig, mert amikor megszületett, én akkor is otthon voltam három évig, csak akkor írtam könyveket. Szóval, hogy... A könyvekről jut eszembe. 30 évvel ezelőtt jelent meg, azt hiszem körülbelül, Pilinszkiről egy könyved. És van ennek egy története, hogy ha már a képernyőt mutat, hogy nem fogadta. El a televízió elnök ajánlatát, hogy itt dolgoztál egy cégnél, ahol felajánlották, hogy annó 150 forint fizetésemelést kapsz, ja, igaz. és akkor azt mondtad, hogy nem fogadom el, mert én biztosan tudom, hogy nem maradok itt, majd évek múlva visszamentél, hogy most akkor szponzorálja ez a nagyon gazdag ember a te Pilinszki könyvedet, és azt mondta, hogy neked biztosan. Hát ez egy igen, majdnem pontos a történet, a történet annyiban pontos, hogy ugye a közgáz után kellett valami állást találnom, és nem kapta. Én nekem egy vágyam volt, hogy a filmszínház muzsikánál lehessek újságíró, és soha nem valósult meg. <laughs> Tehát, ha úgy tetszik, igazából nem sikerült. E, és, és akkor anyukám megkérdezte, hogy mégis kislány, hol fogsz dolgozni. Hát emlékszel akkor, ha nem dolgoztunk, akkor munkakerülők munka, munka -kerülők Igen, voltunk. M hát ez büntetendő cselekmény volt. De én akkor már játszottam, ugye az univerzitásban játszottam végig a egyetem alatt, meg a közgáz színpadon. És hát mondom, nekem valahogy úgy kéne dolgoznom, hogy a belváros közel legyen az egyetemi színpadhoz, és akkor így sétálgattam, és láttam, hogy Transelectro hát, mondom, Transelectro ez jó helyen van, ugye a mai Nádor utca, bementem, és mondtam a portásnak, hogy jó napot kívánok, Bogyai Katalin vagyok, és mert a személyzeti főosztály vezetőjével szeretnék beszélni. És akkor mondta, hogy meg van beszélve, mondom, tessék neki szólni, hogy Bogyai Katalin keresi. <laughs> És akkor felszóltak, hogy hát itt van a portán egy hölgy, Bogyai Katon is szeretne dolgozni, vagy találkozni, de nem volt megbeszélve és fölmentem, és tudom, egy ilyen hatalmas szobában ült, és mondtam, hogy én ki vagyok, én voltam már az Oriban, a Filmharmoniában, az Interkoncertben, a Kultás Intézetében, a Kultúra Külkeskedelmi Vállatnál, mert én mindig kultúrával akartam foglalkozni, de nem vettek föl sehova. Én nem tudtam, hogy ezek több minden dolgot is csináltak, én azt hittem, hogy itt mindenki csak kultúrával foglalkozik, aztán kiderült, hogy az egyik kémközpont volt, a másik ez <laughs> volt azzal, de hát én honnan tudom morról, hát nekem fog sem volt, hogy ezek hogy működtek akkor. És akkor mondja, hogy hány nyelven beszél. Hát mondom, angolul, meg németül. Útlevele van? Mondom, van. Visszautasították? Mert egyszer mondom, nem. Ugye én nyolc éves koromtól egyedül jártam, ez volt apám. Két dolga volt. Az egyik, hogy zenét kell tanulni, mert az a kulcs az emberekhez. A másik pedig, hogy nyelveket kell tanulni mert akkor megértem azt, hogy a világ komplexebb, mint ahogy csak én azt látom. És ez, ez valóban fontos volt, és ezért nyolc éves koromtól egyedül utaztam mindenfelé, egyedül küldött. Nem volt könnyű dolog, de nagyon... nagyon Mármint, tan... hogy különféle országokban égen, nyelvet 8 tanulni. évesen egyedül át kellett sétálnom az osztrák határon, aztán ott várt egy néni a másik oldalon, lezáródott a sorompó, még ott maradtak, én meg átmentem, és akkor én ott voltam egy kicsit, akkor mentem ugye kelet-németországba, németországba németül tanulni, hát ahogy mindannyian ezt csináltunk, Igen. de mindig egyedül. Ez volt a lényeg, hogy önállóságra neveljen, tudod, ne függ senkitől. Önállónak kell lenni egy nőnek. Nagy dolog volt, ha belegondolunk akkor, hát, hogy ne. és ma van egy mozgalmunk, ez a HeForShe, ez is az ENSZ-ben egy olyan mozgalom, hogy olyan férfiakkal dolgozunk együtt, akik hisznek abban, hogy a nőknek nagy szerepük van az életben, és a nőket segíteni kell, csak hogy én mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy vagy én nő, azt mondom, hogy na most én akkor a másik nőnek, hogy akkor ezt nekünk meg kell csinálni, mert ezt közösen kell csinálni, ez olyan pasik kellene, Csapongok, akikkel, bocsáss, igen, mert... akikkel ezt közösen meg kell csinálni. De a szerencséd volt, mert hagyott téged. Hát nekem volt egy híforsít, tehát egy nőt segítő apám, van egy fantasztikus hívorsi, tehát egy nőt segítő férjem, ő nélküle én nem tudtam volna kibontakozni, ő látta meg bennem azt, én nem akartam televíziós lenni, ő mondta, hogy te erre születtél, neked ezt csinálnod kell, és neveltem egy híforsi fiút, mert őt ugyanígy neveltem, és ugyanígy viselkedik a feleségével, ez természetes, mindent közösen kell csinálni, nincs olyan, hogy most én, én ezt nem tudom, nem csinálom, mert férfi vagyok, vagy nő vagyok, tehát, hogy a partnerségnek a lényegét tanultuk meg egy mástól vagy egymással. Nézem közben és, az órát, mert öt percünk maradt. Ja, és, és ott a, tartunk, hogy a, a könyvre. A könyvre. A könyvre. Na, és akkor az a lényeg, hogy nagy nehezen elkeveredtem a transelektróból, ahol valóban volt egy fantasztikus főnököm, aki fel akarta emelni a fizetésemet, és azt mondtam, nekem ne. Én itt nem maradok. Én, 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 én szeretnék újságíró lenni. És akkor hosszú idő eltelik, és egyébként az egy interjú kötetem volt, amikor azt akkor írtam, amikor a televíziót ott hagytam, a magyar televíziót, és mondtam, hogy kellene egy kis pénz, tudnál segíteni, azt mondja neked bármit, mert ember nekem nem mondta, hogy ne adjak neki fizetésemelést. És látod, ezt mondom, hogy hosszú távon, ha az ember Megtérünk őszinte, minden? tisztességes, saját személyiségét nem mondja föl azért, mert mondjuk hirtelen érdek szempontjából az jó lenne, és mindig kérdezte te is, és mindenki, hogy hogy van az, és szegény Söflin Gyuri mielőtt meghalt, akit nagyon régóta nagyon jól ismertem, jó barátok voltunk, hogy gyakorlatilag én tényleg különböző politikai, társadalmi berendezkedéseken keresztül, mármint ami Magyarországot jelenti, különböző kormányokon keresztül ívelhetett a pályám, Pilinszkivel szóva, és ennek nagyon örülök, és ez nekem egy nagy megtiszteltetés, mert én azt gondolom, hogy mindig értékorientált ember voltam. És azokat az alapvető értékeket képviseltem az életben, a diplomáciában, a kultúrában, amelyek összefognak bennünket, Magyarországot a világgal, bennünket emberekkel, és ez az, ami az én éltető elemem. De és, De és... Pilinszki, hiszen nem ismertett Pilinszki? Igen, azért, mert a, mondtam, hogy a... Választottad a, a határgyőzőt, akivel barátságban voltál. Igen, igen, de, de Pilinszki, ugye jártam Grotowskihoz Vroclába, ugye amikor színész voltam, és nekem a, Vro színház, a Grotowski színház, meg a Vizzoni színház nagyon fontos volt, és kiderült, hogy Pilinszkinek is és a, az universitásban a Vándorfi Laci rendezett egy élőképeket igazából, és akkor 80-ban, 81-ben jártunk ki Grotowskihoz, és én a színházon keresztül kerültem közel Pilinszkihez És ő volt az a költő nekem, és ezért írtam meg azt a könyvet, aki a leg univerzálisabb és a legeurópaibb költője volt a magyar országi 20. századi költészetnek. És utána a szakmai pályámon New Yorkban, Kairóban, természetesen Párizsban, Londonban, mindenhol használtam azt, hogy ő egy magyar katolikus költőként. Ő ja, mindig azt mondta, hogy költő vagyok és katolikus. Igen, a leg, legmélyebben fogta meg azokat a... a az emberi kapcsolatokat az emberem belüli történéseket. A holokauszthoz való viszonya nekem nagyon meghatározó volt, amikor a közgyűlésben például a szűzbeszédemet tartottam, vele kezdtem. Amikor az UNESCO-ban az én javaslatomra hozták létre a holokauszt tanítással, oktatással kapcsolatos külön megbízási posztot, és a Pizár volt az első, akit én ajánlottam a főigazgatónak, vele kezdtem. Amikor Kairóban megnyitottam a, a költészet világnapját, ami egy nagyon kemény utazás volt, mert Mursi nem akarta, hogy jöjjek. Szőke, nő, Európából, őszintén beszél sok mindenről, aminek nem örülünk, és én mentem, megmérgeztek, nem akarták, hogy beszéljek, mégis beszéltem, szóval ez majd ez a könyvem ez egy következő lett. Gábor barátom mondta azt, hogy Katikám, most csak írjál a fióknak, mert, mert annyi minden történt az én életemben, hogy most én odaírok, annak az De még nagyon... életedben jelenjen meg az ön életrajzi Hogy el ne felejtsem azt a sok minden dolgot, ami történt, de Pilinszki, az az ember, aki úgy szólt a világhoz, hogy mindenhol megtalálta azokat a pontokat, amin keresztül lehet hozzá viszonyulni. És nekem azért volt egy, egy sugár az életemben, mert engem ez érdekelt, hogy én magyarként, katolikusként, innen Budapestről, hogy tudok a világgal úgy kommunikálni, hogy megtalálom azokat a pontokat, amiken keresztül összetudok kötődni, és összetudom kötni az én országomat, a kultúrámat, a a népemet, a történelmemet, és nekem ő ebben segített. És ezért mondom azt, hogy én vele, őt mindenhova cipeltem, a római pápától kezdve mindenhova vele mentem. Jut <laughs> eszembe a pápa, te voltál talán a televízióban, voltam, aki mellette, közvetítette, abszolút. És, és mellette voltál. És, és például a, az a pápa látogatás, az egy olyan életre szóló tanulás volt, mert láttam, hogy milyen az, ha valaki vezető, hogy egy szemvillanás alatt hogyan tudja figyelni azt, hogy mindenki azt csinálja, amit kell. Tudtam, hogy milyen az, hogy hogy kell kommunikálni, hogy te mindenki azt érezze, mert aki jó politikus kommunikátor, vallási vezető, bármilyen vezető, annak azt kell sugalni a másik felé, hogy ő a legfontosabb abban a, van a pillanatban. Abban. És láttam, hogy a jó Istennel milyen kapcsolata van, tehát hogy ő spirituálisan úgy tudott elvonulni mindenkitől függetlenül, hogy egyenes ágon volt a jó Istennel viszonya. És nekem ez a három dolog nagyon fontos volt az életemben, mikor életem vezető, mikor én voltam felelős az emberekért, bárhol a világban, különböző kultúrákban kellett fordulni más nyelveket beszélő, máshogy öltöző, más bőrszínnel rendelkező emberek felé, vagy amikor közösségeket vezettem. Van haragosod, -e Kati? Hát biztos van, irigyen van talán. Irigyed van? Én úgy nem bántottam meg ember, de biztos, hogy irigyen van, meg biztos, hogy sok ember nem szeret, aki úgy gondolta, hogy nem tudom neki kellett volna azt csinálni, amit én csináltam, vagy De egy azt ebbe. gondolom, hogy ez csak egy-két évig tart, hogy de, valaki irigykedik, mert te csináltad, aztán de 25 év a, után csak De én mindig azt mondtam, hogy de gyerekek, mindenki csinálja utánam, szóval, hogy, hogy én, 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 én nekem, nem valaki Biztos, vette, hogy de... volt bennem egy nagyon erős belső hit, hogy én ezt tudom csinálni, és Zsuzsi az is igaz, hogy hogy mikor itthon voltam, és soha nem felejtem, mert mindig mondták, hogy a bogyai a nagyasszony, és én nem is értettem, hogy hát ez egy ilyen lenéző dolog volt. Nem, ez ilyen nagyasszonyos vagy, a, ez a gyökerek. A, vagy, ezek vagy, a... vagy, vagy, hogy a bogyai úgy beszél, mint egy hollywoodi sztár, soha nem felejtem, mert volt egy tévéműsor, és akkor egy újságban ez jelent meg, és ez egy ilyen negatív kritika volt. Ezek a dolgok egyébként ott külföldön mind az előnyemre váltak, szerették, hogy olyan vagyok, amilyen, szerették, hogy, hogy őszintén fordul feléjük, és amikor az ENSZ-ben, ahol tényleg nagyon kemény diplomáciát ö, ö, élünk minden nap egymással, azt mondtam, hogy nem tudunk békét kötni egymással, ha nem ismerjük meg egymást, ha nem értékeljük egymás kultúráját, és sikerült a főtitkárokkal elérnem azt, hogy ma már az ENSZ-ben, tehát New Yorkban is, tehát nem csak az UNESCO-ban, ahol természetes, a vallási vezetőkkel, a különböző kultúrás vezetőkkel ugyanúgy együtt dolgozunk, akkor azt mondom, hogy ha, ha csak ennyit, meg az, hogy az 56-os aktákat 60 év Nem után kinyitottad akkor és a azt mondom, hogy ezek fontos dolgok, igen. És most szeretném ezt továbbadni, tanítani, és írok egyelőre mindenfélét, és fontos nekem, hogy a Pilinszki eljusson az emberek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még utólag gratulálok Bogyai Katalinnak az unokáthoz. Nem ez a, a legfontosabb. A... Öt hónapos, és gyönyörű, megnéztem. Örülök, és akkor. isteni kommunikátor. Na hát volt kitől. néz. Nem visz beléd, néz, megnéz, és eldönti, hogy rád mosolyog, vagy nem. Tehát nem csak azért mosolygok, hogy mosolyog, hanem eldönti. Elödötti. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.